G. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció fővárosi képviselője a vendégünk. Kezét csókolom, jó reggelt kívánok. Köszönjük, hogy velünk kezdi ma reggelét. Megint, mi a probléma Tarlós Istvánnal? Szegényt alig bántják, vagy állandóan bántják? Hát a probléma abból fakad, hogy elindult a 4-es, 6-os villamos szokásos éves nyári felújítása, és megint nem sikerült a főváros vezetésének megszervezni azt, hogy hogyan is közlekedjenek egy hétfő reggel az autósok, meg a bótlóbuszon ülők. De hallotta a főpolgármesternek a válaszát, illetve a kritikákra adott válaszát, nevezetesen, hogyha egykor tisztességesen meg lett volna csinálva, akkor most nem ez lenne. Még el is gondolkodnék ezen a mondatán, ha nem 9 évről beszélnénk. Tarlós István pont 9 éve főpolgármester ennek a városnak, és 9 éve nem sikerül ezeket a kérdéseket évről évre megoldania. A most a 4-es 6-ossal egyébként, mert a felújítással az a probléma, hogy ennek már 2017-re be kellett volna fejeződnie, viszont a közbeszerzést nem sikerült normálisan időben lebonyolítani, és ezért éves csúszásokban van most már ez a felújítás. Ettől függetlenül én azt állítom, hogy ezt jobb odafigyeléssel, szervezéssel, és ezt nem csak mi politikusok mondjuk, hanem különböző közlekedéssel foglalkozó civil szervezetek is, illetve szakmai szervezetek, tehát ezt jobban meg lehetett volna, és meg kellett volna szervezni. Ebben önnek nyilvánvalóan igaza van, hogy 9 év után, ugye elmúlt 8 évezni az már nagyon nehéz, de azért az eredő probléma ugye az, hogy amikor a kombinókat beszereztek, már pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ön már akkor is fővárosi képviselő volt, tehát Demszky Gábor idejében volt a kombinó beszerzés, és Tarlós István azt mondja, hogy akkor kellett volna egyszer rendesen helyre tenni a pályát, úgyhogy a kombinók közlekedésére alkalmas legyen. Van-e bármilyen felelősség azért annak szerint, akárhány év távlatában is? Én azt gondolom, hogy akkor, amikor ezeket a villamosokat a főváros beszerezte, akkor minden szükséges munkát, felújítást elvégeztünk. Egyébként Európa egyik leghosszabb villamosa és a legnagyobb igénybevételnek vannak kitéve ezek a pályák. Azon lehet vitatkozni, hogy lehetett volna könnyebb villamosokat, nem ilyen nehezeket beszerezni, de nyilván akkor az akkori városvezetés ezeket tartotta egy közbeszerzésen a legalkalmasabbaknak. Én nem visszamutogatni szeretnék, Tarlós Istvánnal szemben is most az a kifogásunk, hogy ugye pontosan lehetett tudni, hogy folytatódik majd ez a felújítás, akkor miért nem lehetett felkészülni a jobb közlekedés szervezésre, hiszen ez már tavaly is probléma volt, illetve tavaly előtt is probléma volt. Úgyhogy ez a kritikánk Tarlós Istvánnal szemben, illetve azt gondolom, hogy neki oda kellene arra figyelni, hogy egy városban a felújítási munkákat, és nem csak villamos felújításról, hanem útfelújításról is beszélek, meg egyéb más közlekedési felújításokról, ezeket nem lehet dömpingszerűen a választások előtt időzítve két nyárra ráterni. Pillanatokon belül beszélgetni fogok a Publikus vezetőivel, ők felmérték a vidékiek, és egyébként a fővárosban lakóknak a legnagyobb problémáit, mivel kegyet fővárosi politikus, hadd szembesítsen egy pillanatra a felmérés eredményével, a kétharmaduk említette a fővárosiaknak, hogy az egészségügyi ellátás a legnagyobb probléma, a második helyre az albérlet és lakásárakat mondták, a harmadik helyre pedig a közösségi közlekedést, és 10-ből 9 budapesti szerint szüksége lenne az M3-as metrónak a légkondicionálójára. Teljesen pontos, én is ugyanezt tapasztalom, amikor emberekkel találkozom és beszélgetek tehát ebben a városban. Abszolút, tehát ma Magyarországon is nem csak Budapesten első helyen van az egészségügy, ez teljesen egyértelmű. Azt gondolom, hogy ebben is megáll a főváros első számú emberének, mostani első számú emberének, Tarlós Istvánnak a felelőssége, hiszen szó nélkül hagyta, hogy államosítsák a kórházainkat, és ettől nem, hogy nem lett jobb ez az ellátás, mármint a kórházi ellátás, hanem rosszabb lett. A főváros minden évben milliárdos nagyságrendben adott plusz pénzt a kórházainak, műszerekre, gépekre, volt egy úgyfajta bérrendezés is a kórházi dolgozók részére. Magyarul ezek most már nincsenek. A második, amit mondott, ezek az albérletárak, ugye amióta így elszabadultak az ingatlanárak Magyarországon, Budapesten is ezt nagyon megérzik az emberek. Elsősorban azok, akik ebbe a városba jönnek dolgozni, vagy például a diákok, egyetemistek, akik nagyon nehezen... Politikai szinten beleszólni a piaci árakba? Nem az árakba kell és szabad beleszólni, hanem kell, hogy legyen a kerületi önkormányzatoknak és a fővárosnak is egy úgynevezett lakásépítési, bérlakásépítési programja, amiben ha nagyobb a kínálat, akkor nyilvánvalóan a kereslet is szűkül, tehát magyarul lehetne csökkenteni a díjakat. És a harmadik nagyon fontos, amit mondott,
A közlekedésnek ugye az egyik legemblematikusabb része a tömegközlekedésnek ez a hármas metró. Nem véletlen, hogy most a főpolgármester már azt állítja, hogy majd lesz légkondicionálás a hármas metróban. Ha nem lehet az állatokat 35 fok fölött szállítani kamionokban, akkor azt gondolom, hogy az embereket sem lehet a metróban arra kényszeríteni, hogy 35 fok fölötti kocsikban utazzanak. Tarlós eddig mindig azt mondta, hogy nem lehet légkondicionálni a hármas metrót, nem fér be, vagy mit akarnak a budapestiek, talán még büfékocsit is, ugye emlékszünk, hogy volt egy ilyen mondata. Most, hogy választási kampány indul, nyilván felmérték ők is, hogy ez nagyon zavarja az embereket, ezért beszél most arról, hogy ezt meg lehet oldani. A Demokratikus Koalíció és az ellenzék nagyon régóta mondja, hogy már eleve úgy kellett volna ezeket a kocsikat megvenni, hogy ezekbe be van építve a légkondicionálás, nem pedig utólag betenni, de ha már nem így vette meg a város, akkor most tessék beépíteni. Most a napokban nagyon sok aktuális és fővárosi kérdés van, nem véletlenül önt hívtok első vendégnek. A másik ilyen fontos téma a parkolás, amiben úgy tűnik, hogy egy nagy előrelépés lehet. Ugye Tarlós István az indulása feltételeként 16 pontról akart megegyezni Orbán Viktorral annó, 15-ről sikerült, a 16. az egységes parkolási rendszer a fővárosban. És most azt mondta tegnap Tarlós István, hogy újra nyitják ezt a kérdést Orbán Viktorral, tehát hogy lehet ebben megállapodás, hogy egységes legyen a parkolási rendszer. A kérdés azért érdekes, mert ez Karácsony Gergely vetette fel egyébként először. Tehát úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy vita, politikai küzdelem van közöttük értelemszerűen, azért vannak olyan kérdések, amelyekben szakmai alapon egyetértenek. Hát ha szakmai alapon ezt támogatta volna Tarlós István, akkor még egyszer mondom, lett volna 9 éve, hogy ebben lépjen. Pont ez alatt a 9 év alatt, az ő főpolgármestersége alatt darabolták szét a parkolást, és lettek ezért felelősek a kerületek. Tehát Tarlós most szembesül azzal, hogy van egy közös jelölt, egy közös kihívó, aki őt ki fogja hívni októberben az önkormányzati választáson, és azt gondolom, hogy most elkezdték ők is megnézni, hogy mik azok a problémák, amik egy foglalkoztatják a budapestieket, kettő, amiket az ellenzék és az ellenzék főpolgármester jelöltje Karácsony Gergely a zászlójára tűz. Az biztos, hogy ezt a fővárosi parkolást, ha akarta volna Tarlós eddig, akkor rendbe tudta volna tenni, hiszen ez csak egy sima törvénymódosítás rendben, lett miért volna nem akarná, az országgyűlésben. Miért ne akarná a főpolgármester rendbe tenni az országot, vagy önmagában a várost? Tehát miért jó neki, ha kaotikus, ha valóban kaotikus, ha veszteséges, ha rossz a rendszer? Hát ugye ebben az ügyben hagyatkozzunk az ő nyilatkozatára. Ő ugye azt állított erről a bizonyos 16 pontról, hogy 15-ben megállapodtunk, egyben nem, ugye, ahogy ön mondta. Ebben az egyben pedig azért nem állapodtak meg, mert túlzottan nagy politikai érdekeket sértett volna. Magyarul a kerületi polgármestereknek az az érdeke, hogy ők szedjék be a parkolási pénzeket, arra fordítsák, amire ők akarják ott a saját kerületükben, és egyébként meg ez nem hasznosul ezek szerint akkor a főváros szintjén. A parkolási egy kézbe kell beszedni, vagyis fővárosi pénzbe, és utána a közösségi közlekedésre. 9 éve nem tette rendbe ezt Tarlós István, megint csak igaz, de a parkolás klasszikusan az, hát mindannyian emlékeznek szerintem a nézőink közül, hogy azért kikhez kötöttek, elsősorban a szocialista politikusokhoz kötöttek az első parkolási botrányok, ugyancsak még a Demszki érában, tehát ezek megint ilyen több 10 évre visszamenő kérdések. A Demszki érában ez fővárosi kézben volt, legalábbis a fővárosi területeknek a kezelésében, vagy a fővárosi területeket illetően. Az, hogy a kerületek a saját parkolási pénzüket beszedték, az megint egy más kérdés. Egy biztos, a Demokratikus Koalíció emlékszünk a centrumban helyre azért. Igen, most tessék megnézni, hogy egyébként a fideszes kerületekben mely cégek szedik ezeket a parkolási pénzeket, vagy mely cégek jogutódjai szedik ezeket a parkolási pénzeket. Egy biztos, a Demokratikus Koalíció azt mondja, hogy ezt a fővárosnak kell beszedni, egységes parkolási rendszer kell, és a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés fejlesztésére kell fordítani. Szűk fél percünk van. Az ellenzék mindig azt mondja, hogy Tarlós István alkalmatlan. Tarlós István és a kormánypártok azt mondják, hogy az ellenzék jelöltje teljesen alkalmatlan. Tudja, mit indítok egy mozgalmat? 2 millió fecske hiányzik Magyarországról, én csak egy fecske vagyok. Mondjon így a beszélgetésünk végén valami jó Tarlós Istvánról. Esküszöm, ha kormánypárti politikus jön, meg fogom dicsértetni, vagy legalábbis valami jót feldobok. Kérem, hogy mondjon valami jót Karácsony Gergelyről. Tehát öné a szó, mondjon nekem valami jót, szimpatikusat, pozitívat Tarlós Istvánról, amivel nagyon egyetért, ami tetszik önnek. Hát ha fél percem van, akkor eléggé kellene gondolkodnom. Én azt gondolom, hogy az lenne a legpozitívabb, hogyha Tarlós István végre belátná 9 év után, hogy ez neki nem megy, adja át a helyét Karácsony Gergelynek. Ebben a pillanatban még nem sikerül, de én soha nem adom fel. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.